a magyarországi zsidóság múltjának fejezeteit mutatta be a Hagyomány Közösség Sors című konferencia, amelyet ma rendeztek meg az Emlékpontban. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához közeledve nem pusztán a holokauszt borzalmaira és az áldozatokra kívántak emlékezni ma az Emlékpont konferenciáján, hanem arra a világra is, amely a 19.-20. századi alföldi zsidóság világa volt. A konferencia résztvevőit dr. Erdélyi Miklós, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte. A tudományos ülés arra is kitért, hogy a zsidó társadalom mint önálló egység nem létezett, hanem természetes módon hatott át a környező települések társadalmának szövetét. Én magam a magyar zsidó identitás tudat sajátosságait szeretném felvetni, hogy az etnikai identitás elemek azok hogyan rendelkezhetnek többes kötődéssel is, hiszen ne felejtsük el, akár a magyar irodalom jelentős alkotói, Radnóti Miklós, Szerb Antal, Sárközi György, Sík Sándor, akár a magyar társadalmi gazdasági élet jelentős szereplői is a zsidóság soraiból kerültek ki, és épp úgy 100%-ig magyarnak vallották magukat, mint zsidónak. Tehát az az opozíció, amelyet a faji törvények és a szélsőjobboldali náci nyilas ideológia ebből levont, vagy ezzel párhuzamba állított, az természetesen a társadalmi tapasztalatból nem következett. Dr. Cingel Szilvia néprajzkutató szerint a zsidóságot nem a holokauszt tragédiáján keresztül, hanem egy a gazdag kultúrájukat bemutató folyamatban kell vizsgálni. Ezért egy neológ zsidó család életmódján át előadásában egy jellegzetes magyar zsidó sorsot mutatott be. Ez a család egy 1929-ig egy forradalmi újítást vezetett be itt Szegeden, ugyanis a család fő úgy döntött, hogy a kereskedés mellett egy Imperial Krémtúró nevű saját terméket hoz forgalomba, amit a saját gyerekeivel reklámozott. Ezt a képet meg fogom itt majd mutatni, és a szegedi mozikban a mozi filmek előtt ezt a reklámot játszották. A konferencián többek között szó esett a kecskeméti zsidóság történetéről a Horthy korszakban, vagy az együttműködés és egymás mellett élés 18. századi makói éveiről is.